8 óra van, jönnek a legfrissebb hírek itt az M1-en. Evél Lórend vagyok, jó reggelt kívánok! Még mindig feszült a helyzet Görögországban, miután a hatóságok megakadályozták, hogy a bevándorlók konvojban induljanak el Európába. A hatóságok táborokba vitték a tömeget, a görög kormány pedig megüzente nekik, hogy nem nyitják meg előttük a határokat. Szakértők szerint kérdés, hogy a visszatartás meddig működik majd. Az elmúlt napokban ugyanis sorozatosak voltak az összecsapások. Volt, aki az arcát mosta, más a cipőjét kötötte, többen pedig még aludtak vasárnap reggel a görögországi Szaloniki mellett lévő illegális migráns táborban. A sátrak is jócskán megfogyatkoztak, és legfeljebb 100 bevándorló maradt a mezőn. Ők viszont azt mondták, kitartanak és nem hagyják el a területet. Itt maradunk és nem mozdulunk el innen. Mi csak kempingezünk itt a zöld mezőn. Békések vagyunk és nem ártunk senkinek, mondta egy iraki férfi. Egy afgán fiatalember pedig arról beszélt, mindenképpen tovább akarnak menni Németországba. Azt szeretném, ha megnyitnák a határokat. Görögország ugyanis nem tud megfelelően gondoskodni rólunk, mondta. Szombat délután még több mint 1000 voltak ugyanitt. A bevándorlók megindultak a rohamrendőrök felé, és kövekkel, botokkal ütötték őket, akik a pajzsaikkal próbálták megvédeni magukat. A rendőrök könygázzal és hanggránátokkal válaszoltak, nehogy sikerüljön a migránsoknak kitörni és elindulni a határ felé. A bevándorlók egy csoportja ezután letérdelt a rendőrök elé, és Németország nevét skandálta. Közben folyamatosan azt kiabálták, hogy nyissák meg a határokat. Volt, aki szinte élő pajzsként tartott maga elé egy gyereket. Több helyen pedig ismét felgyújtották a mezőn az aljnövényzetet, hogy a tűz és a füst megnehezítse a hatóság fellépését. Végül a migránsok nem próbálkoztak tovább. Egy részük visszament a mezőről a befogadó központba, a többiek pedig buszokra szállva elhagyták a helyszínt. Vasárnap délután a görög migrációs minisztérium koordinátora kereste fel a még ott maradt maroknyi csoportot, és meggyőzte őket, hogy semmi értelme tovább várniuk a mezőn. Körülbelül 870 főt szállítottunk vissza az éjszaka 4 befogadó állomásra. A maradék 60 embernek pedig, akik még itt vannak, elmagyaráztam, hogy ez az akció itt most véget ért, a határokat nem fogjuk megnyitni, mondta Nikos Ragos. Közben az osztrák belügyminiszter bejelentette, Ausztria legalább novemberig fenntartja a szigorított határellenőrzést a magyar és a szlovén uniós belső határokon. Herbert Kickl az Európai Bizottságnak írt levelében úgy fogalmazott, a 2015. szeptemberében bevezetett intézkedés meghosszabbítására a terrorizmus rejtett fenyegetése miatt van szükség. Brüsszelnek szakítania kell a migrációs politikájával, erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt. Bakondi György szerint súlyos következményei vannak azoknak a politikai döntéseknek, amelyeket az Európai Unió hozott bevándorlásügyben. Ahogy fogalmazott, a tömeges illegális migrációt meg kell állítani. Mi készen állunk arra, hogy ha lehet, segítsük azt, hogy minél távolabb az európai határoktól, a schengeni határtól megállításra kerüljenek a migránsok, és még inkább szeretnénk elérni azt, a Hungary Helps-hez hasonló európai szintű szerveződések létrehozásával, hogy ott nyújtsunk segítséget, ahol a probléma keletkezik, és megelőzzük az útbaindulásokat. Ez nem könnyű feladat. A keresztény kultúra minden erőforrás, erről a miniszterelnök beszélt Pesterzsébeten, amikor felszentelték a klapkatéri református templomot. A felújítás 375 millió forintba került, ennek a legnagyobb részét a kormány és a kerületi önkormányzat fizette. Orbán Viktor úgy fogalmazott, emlékezni kell arra, hogy 2000 éve minden újítás a kereszténységből indult. Azt is mondta, hogy az egyházi közösségek támogatása az egész nemzetnek fontos. Ma sokan vannak, akik vitatják, vagy egyenesen tagadják és elvetik a kereszténység és Európa sorsának összefonódását. Mi magyarok úgy tartjuk, hogy a keresztény kultúra nem csak egy erőforrása sok közül, hanem minden erőforrása. Az a szeglet kő, amely az európai civilizáció építményét egyben tartja. Nélküle nincs szabadság, s nincs európai élet sem. Folyik a vita Budapesten, miután az ellenzék egy része bejelentette, hogy koordináltan indul majd ősszel az önkormányzati választáson. 4 ellenzéki párt ugyanis leosztotta egymás között a kerületi polgármesteri helyeket. Az MSZP, a Párbeszéd, a DK és a Momentum bejelentette, hogy koordináltan indul ősszel. Az LMP és a Jobbik viszont kimaradt az összefogásból. Az LMP erre úgy reagált, szerintük az MSZP megosztja az ellenzéket.
Most az ellenzék egészetet, egy nagyon komoly lépést. A Párbeszéd társelnöke vasárnap arról beszélt, hogy ami a fővárost illeti, megvalósult a teljes ellenzéki összefogás az önkormányzati választásra. A 6 hónap az önkormányzati választás előtt, az tényleg arról fog szólni, hogy az ellenzék közösen bemutassa, hogy akár Budapesten, akár vidéken milyen jövőt képzel el magának. Vagyis Szabó Tímea szerint a teljes ellenzéket saját pártján túl az MSZP, a DK és a Momentum alkotja. Ez a 4 párt jelentette be ugyanis még szombaton, hogy felosztották egymás között a fővárosi kerületeket. Valamennyien a remény küldöttjei, a remény jelöltjei, akik egy más Budapestet fognak megvalósítani, mind a 23 kerületben. Csak hogy a megállapodásból kihagyták a legerősebb ellenzéki pártot, a Jobbikot, valamint az LMP-t. A Jobbik, az LMP és Puzsér Robert főpolgármester jelölt válaszul közös közleményt adott ki, amelyben azt írták, az MSZP ellehetetleníti a teljes ellenzéki együttműködést, összefogás helyett pedig megosztja az ellenzéket. Úgy vélik, hogy a baloldal nem programról vagy Budapest jövőjéről beszél, hanem kizárólag a pozíciókkal seftel. Azt is írják, elkeserítő látni, hogy ebben részt vesz a Momentum, és sajnálják, hogy a kapzsiság győzött az elvek felett. Az együttműködést megkönnyíteni az, hogyha megválogatnánk azokat a szavakat, amiket a lehetséges együttműködő partnerekkel kapcsolatosan mondunk. Karácsony Gergely szerint az LMP-nek, a Jobbiknak és Puzsér Robertnek meg kellene válogatniuk szavaikat velük szemben. A baloldali főpolgármester jelölt egyébként azt is mondta, hogy nem rajtuk múlt a megegyezés, a zöld párt időt kért, nekik pedig már nem volt. Az LMP budapesti elnöke kérte azt, hogy ezt a tárgyalást az európai parlamenti választás után zárjuk le. Mi ezzel a döntéssel együtt tudunk élni, azzal nem tudunk együtt élni, hogy addig pedig hátatett kézzel várjuk ezt a megoldást. A kerületek leosztásából kihagyták a Jobbikot is. Karácsony Gergely ezt azzal magyarázta, hogy a Jobbik úgysem hozna szavazókat a fővárosban. A Jobbik bevonása Budapesten az nem növeli az ellenzék győzelmi esélyeit. A Jobbik azonban úgy látja, hogy nélkülük senki sem képviselheti az összellenzék álláspontját Budapesten. A párt fővárosi vezetője szerint az óbaloldalnak tudomásul kell vennie, hogy elmúltak a régi szép idők. Egyúttal jelezte, illegitimnek tekintik az ellenzéki listát, amelyből kihagyták a Jobbikot. A fővárosi kerületek felosztása a Momentumban is feszültséget okozott. Az LMP-hez közeli azonnali.hu szerint a párt vezetősége a tagság megkerülésével döntött arról, hogy közösen indulnak a baloldallal a fővárosban. A küldöttek szerint ez a döntés rendkívül káros a Momentumra nézve. A DK-hoz közeli Nyugati Fény nevű portál válaszul az LMP-t kezdte támadni. Arról írtak, a zöld párt végtelenül aljas, önző és rövidlátó, és az LMP hibája, hogy már tavaly áprilisban sem sikerült összefognia az ellenzéknek. A MÁV szerint beváltak a testkamerák, kevesebb lett ugyanis a blitzelés a hazai vonatokon. Az ellenőrök ruhájára ugyanis kamerákat szereltek, az utasok ezt látják, ezért nem merik fenyegetni az ellenőröket úgy, ahogy korábban. Idén eddig 19 kalauzt támadtak meg munka közben. Az utasok előtt érkezik a vonathoz a Debrecen-Nyírbátor Mátészalka közötti járatjegy kezelője. Ha mindenki felszállt, zöld táblával ad jelzést, hogy a vonat elindulhat. Ezután kezdődik munkájának a nehezebbik része. Ellenőriznie kell minden felszálló menetjegyét. Cine László vezető jegykezelő már 27 éve dolgozik a MÁV-nál. Többször is érte fizikai és szóbeli inzultus. De nem ő az egyetlen jegykezelő, akit megfenyegettek. A MÁV közleménye szerint idén áprilisig összesen 19 jegyvizsgálót támadtak meg munkavégzés közben, blitzelő vagy szabálysértő utasok. Pedig aki közfeladatot ellátó személy sérelmére követel erőszakos bűncselekményt, akár 5 év börtönt is kaphat. Köszönöm, tessék! Többek között a támadások megelőzése érdekében kaptak testkamerákat a kalauzok. Egyetlen gombnyomással lehet tud indulni, a tetején van egy indítógomb, lehet vele videófelvételt készíteni, külön hangfelvételt, illetve külön fotót az oldalán látható 3 gomb segítségével. A testkameráknak nem csak visszatartó ereje van, hanem egy-egy konkrét esetben bizonyítékként is használható. Mindenképpen védelmet és biztonságot nyújt, én úgy érzem legalábbis, mivel nagyrészt egyedül teljesítünk szolgáltat a vonatokon, tagadható, hogyha bármi történik az utasok által. Ők ketten vagy többen esetleg egyformát mondanak, akkor én egyedül maradtam. Így viszont a kamera segítségével mi is ketten vagyunk, és ez már bizonyító hatású szerintem.
A Mávstart ZRT első körben a felmérések alapján a legproblémásabbnak ítélt járatokat választotta ki. Ezen túl a Máté Szalkát érintő vonatokon már biztos, hogy testkamerával felszerelve dolgoznak a jegykezelők. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy az érintett vonalszakaszon utazók már is együttműködőbbé váltak. Az a tapasztalatunk, hogy már a bekapcsolástól kezdődően, illetve attól kezdődően, hogy az utas észreveszi, hogy egy ilyen testkamera van a jegyvizsgálón, már akkortól kezdődően változik az utas viselkedése. Aki addig agresszív volt, vagy nem volt együttműködő, hirtelen együttműködő lesz, és vagy megfizeti a pótdíjat, vagy megadja az adatait. A MÁV további 100 kamera beszerzését tervezi, hogy legkésőbb ősz elejétől már a teljes hálózaton testkamerával dolgozhassanak a jegykezelők.